Megvártuk, még a mentő kiérkezik, biztosítottunk neki meleg teát, takarót. Egy kihűlt skizofrén nő életét mentette meg Vörös Béla a járőrtársával néhány napja. A két fiatal rendőr épp éjszakai szolgálatban volt, amikor a szekszárdi vasútállomástól nem messze meglátták a biciklét mezítlábtekerő beteg asszonyt. Az aznapi eligazításkor már szó esett a nő eltűnéséről, ezért a két rendőr azonnal a zavart beteg segítségére sietett. Rögtön gondoskodtunk az OMS értesítéséről, majd betakartuk a hölgyet, meleg teát adtunk neki, és megvártuk, míg a mentők kiérkeztek, akik közölték, hogy a hölgy ki van hűlve, 32 fokos a testhőmérséklete, és beszállították a szekszárdi kórházba. A beteg egy zavart nő már vacogott, annyira ki volt hűlve, mire a két rendőr meglátta és a segítségére sietett. Az egyenruhások nem találták volna meg, akár meg is halhatott volna. Vörös Béla azt mondja, azonnal tudta, mit kell tennie, mert nem ez volt az első eset, hogy megmentette egy ember életét. Még egy jó pár éve musgázmérgezésben egy férfi feküdt a pincében, itt pedig a katasztrófa védelem munkatársával együtt hoztuk ki pincéből, és ő is, ha jól tudom, életben van még. A megmentett nő azóta már biztonságban a családja körében van.